Cseréljek ki a VW-6 negyed ablaktörlő motorját. Helló, itt megmutatom lépésről lépésre, hogyan változtatom meg a szélvédőtörlő motoromat a VW-6-1-ben. Amint látja, az ablak törlő nem indul el, amikor a motor fut. Először a biztosíték a dobozban található biztosítékok ellenőrzéséhez egy multimétert használunk. A multimétert általában az aktuális mérésekhez használják, de csak az aktuális áramlást mérjük meg, vagy inkább azt, hogy a biztosítékokon át áramlik-e áram. Ehhez a multiméter karját akusztikus szimbólumra helyezzük. Amikor a vizsgálókamrákat a megfelelő biztosítékhoz csatlakoztatja, a készüléknek sipolónak kell lennie. Ha nincs hangjelzés, a biztosíték hibás. A biztosítékok kapcsolási rajza a biztosíték a doboz fedelén található. Most elkezdjük ellenőrizni a biztosítékokat úgy, hogy az érzékelőket a biztosítékok vezetékének csúcsán tartjuk. A biztosítékok rendben vannak, és most elkezdjük szétszerelni az ablaktörlő motorját a motortérben. Először távolítsuk el a szélvédő törlő karok fedelét. Most kinyitjuk a szélvédő törlő karok csavarjait. A könnyű szétszerelés érdekében javasoljuk, hogy a szálat rösda eltávolítóval permetezzük. A karok óvatosan rázva eltávolíthatók. Ha kalapácsot használ, kérjük, legkedvezőbb óvatossággal. Ezután eltávolítjuk a panelt, először eltávolítjuk a dugókat. Most, óvatosan, eltávolítjuk a klipeket a tömítőajak alatt. És most látjuk az ablaktörlő motorját a teljes szélvédőtörlő mechanizmussal. A teljes egység három csavarral van rögzítve, melyeket most nyitunk. Most cseréljük ki a teljes egységet. Vigyázat! Kérjük, óvatosan húzza ki a régi készüléket, mert a tápkábel még mindig alulról van csatlakoztatva. Most húzza le a dugót. Az új készüléket fordított sorrendben újra számítjuk. Remélem segíthetek neked. Kérjük, nézze meg a többi videót is! Jogi nyilatkozat! A pontoság és a teljesség tekintetében nem vállalok felelősséget. A videóban bemutatott lépések hibákat tartalmazhatnak, és csak képzett szakemberek végezhetik el. Mindenki felelős magukért és cselekedeteikért. Találkozunk legközelebb. Viszont látásra!